Tehát a tízféle tanulmányából tanulunk, a 16-os fejezetből mondják az oldalszámot. Tehát az első oszlopból. Tehát nincs angol írásbeli szöveg ennek. A kérdéseket a kavalatéből lehet föltenni. Tehát 10 fél a tanulmány, 16-os fejezet. Mondják a héber oldalszámot, hiszen nincs is angol oldalszáma. Rav. Miért mosolyogtok, hiszen néhány napja ugyanazon a vonalon vagyunk. Tehát a rabosnál ez még erőteljesebb volt. Ezt a részt én nem is emlékszem. Aztán a 9-estől kezdtük, a 9. fejezettől. És mondjuk valami... És akkor ő emlékezett, hogy erről volt a 7-es részben, vagy a 8-es részben írva. Akkor elmentünk a 7-es részre. Tehát mi mindig... másfél oldalt elolvastunk, egy oldalt, másfél oldalt, és akkor volt, amikor meg kellett értenünk a 9-es rész, a 7-es részben azt, ami a 9-esben le volt írva, ugye ott volt egy hivatkozás a 7-esre, akkor oda átmentünk, elolvastuk ezt, és akkor valóban mi, akkor mi a 7-esben voltunk, és akkor a 7-es részt tanultuk, tehát ugráltunk ilyen értelemben a fejezetek közül. És aztán már a végén meg is kérdeztük, hogy miért nem mentünk vissza a 9-esre, de ő ekkor nem foglalkozott már ezzel, a 7-es részt folytattuk. Tehát akár minden nap megváltoztatta ezt a részt, vagy azt a részt, ide ugrottunk oda, ugrottunk ide. Tehát ez annyira nem fontos. Tehát ez nem egyfajta logikai sorrendben tanuljuk. Tehát... hogyha nekünk a szándékról szól, ez az igényről, akkor hol találjuk meg helyesen, helyes ponton azt, hogy az ember a saját szívéről tanul. Tehát látnunk kell, hogy tanulunk, hogy kapunk válaszokat. Hát csak úgy, hogyha helyesen irányulunk. Tudnotok kell, hogy Adam Harishonnak az eredete az ebben a világban kezdődik, amely a porból, ami abban irány nyilvánul meg, hogy porból születés porrá lesz, és ilyen módon ez a tudás fájnak a gyümölcsének a megjelenéséből fakad, mert ezt a világot pornak nevezünk, amely az érdemtelen port jelenti, amely az üres területen lévő malhotnak az anyagára utal, ami annak érdekében, hogy a felső fényt meg tudja kapni, a bína által meg kell édesítve legyen, amely Adamának nevezünk, amely a termékenyé válását jelenti a Földnek, és a gyökér akkor a cincum bettel kezdődik, ennek a megvalósítása, a második megszorítása kezdődik, amely azt jelenti, hogy a kicsi hely, az, amely meg lett teremtve, átitatja az ítéletekkel az ítéleteket, és ezáltal az alsó háj a Nikvei Náimban megjelenik, és valóban a katnót állapot a Nikudimnak, a gyökere annak, amely még nem tárult föl, hiszen minden, ami ott megvolt, az adakozó edények, a Habat Hagat edényei, a Hazéi. Azaz, ezek a bínának az edényei, amelyek nem tartoznak a Malhuthoz, amelyek valóban a források az ember számára. És Ádámnak a gyökere az kizárólag az Ahorány, vagy a megszerzési edények, az Adde Nikudim, vagy származó edények, amik a Bia világaiban fognak megjelenni. Azonban a Gadlut állapotában, ami a Nikudim világában megjelenik, egy új fény, az Abnak a fénye, amely az alsó helynek a Nikvei Naimtól való visszatérés a Pechhez, ahogy az Ádám Kadon parciférben volt, és a rostnak az Ahorányát Ahabnak nevezik, az leereszkedik, és ilyen mondom, a rossz 10 fírája, az a gárnak a szintjén van, és akkor a felülről lefele leereszkedik a gufnak az ahorájma, az a megszerzési edényhez, amely Tanhide Haze alul, azok pedig az acilutta válnak újra, egészen eddig a világig. Az azt jelenti, mondja Rab, hogy a második megszorítás az teljes egészében eltörése kerül, és akkor ezek eltörlődnek, eltörnek, és meghalnak, lezuhannak alulra, a fény távozik belőlük, ez így, azt mondjuk halálnak, magyarabb, és 288 szikra kilép ebből az edényből, hogy feltámadjanak. Azaz 288 szikra
az fölé emelkedik az edénynek, ennek a fénynek megfelelően, és az edény pedig a parszállázóan. És a jelentése ennek az, hogy a panim, az a belsőség, és az ahorány, mert a külsőség, ami 288 sziklát adnak össze, azaz először van a 9 fíra, mondja, ezek felemelkednek az acélot világához, így van. És van a 32 szikra, amely a malhut, amely valóban a törés előtt a bia világai helyén voltak, amely a megszerző edények voltak az Adenikodiban. Nem, rossz helyen, rosszul mondjam. Tehát az első oldalon mondja az oldalszámot. Ez egy periódus, ugye, amiről beszél. Olvasd el, különben összezavarodsz mindenki. Aha. A utolsó vonalat olvasom újra, mondja, amit. Tehát a törést megelőzően a bia helyén kizárólag csak a megszerző edényei voltak, az Adde Nikodim edényei, az utolsó hét a Nikodimban, amely 32 szikra, amely a házétól lefele, amelyek mindenki úgy tekinthető, hogy Malkujot, a Malkutnak a többes száma. Tehát ez a Malkutnak a kiterjedése, mondja Rab. Tehát, és ez pedig a panim, azaz az adakozási edényekről van szó, szóval a belsőségről, amelyek adakoznak annak. Tehát a 288 szikrá az edények törése után, miután a panim de zarampen edények, habat hagat, a házéig, azok katnot állapotába kerülnek a Nikodimban, és az acélut összes aspektusa a bárca fölött, ebből alakul ki. Ez a Habat Hagat edényei a binának, magyarabb, és mégis ezek eltörnek, kilépnek a biából, összekeverednek az ahorám és a megszerző edényekkel, és a 288 szikra összekeveredik a 32 szikrával, és ez annak érdekében történik, hogy a 32 szikra fölébredjen a halálból. Azaz, magyarabb, azok a halott szikrák, amelyeknek a szándéka volt halott, azok kis illuminációt kapjanak a 288 szikrából, később majd adakozni tudjanak ebből, de hát, hogy ez életet kapják meg, azért, mert a halál az azt jelenti, hogy megszerzés a megszerzés érdekében, tehát ezeket nem tudjuk használni, mivel minden a teremtő magasságába kell, hogy felemelkedjen, ezért kell ezeket használni. Az adakozás edények, a Habat Hagat, az Elgatenáim, ezek kicsi edények, ezekben csak haszadén fények férnek bele, mint egy csecsemő. Tehát nyilvánvalóan a valódi cselekedetek és a függetlenség a mélységedényekben kell, hogy megnyilvánuljon, amikor az ember képes maga megmutatni, hogy hogy tudja aktiválni ezeket a nagyon fontos edényeket, tehát, hogy tenni tudjon valamit, ami... Mert különben nem tudod érezni, hogy létezel. Tehát nyilván a Habat Hagat, ezek olyan edények, tehát a Hokma Bína Tiferet, a Hesedbúra Tiferet, tehát gyakorlatilag ezek kezelmi állapotban vannak, kegyelmi öröm állapotában. Tehát amire szükségünk van, az nem csak az, hogy korrigáljuk a megszerző edényeket, hanem sokkal inkább az, hogy a szentséggel hassuk át őket. Ezek nem független edények, hanem valóban ezeket meg kell mostanunk, hogy ezekben nincs függetlenségünk egyáltalán. Ezek mind a teremtőtől jönnek, a felső erőtől. És ez annak érdekében történtek, hogy a 32 szikra Malkujot felébredjenek a halálból, és újra minden az utolsó hét részének a Nikodimnak megfelelő minőségbe kerüljön, és akkor a halál el lesz nyelve örökre. És ebből kiderül, hogy nincs szikra, amelyet meg tudnánk vizsgálni a bia világaiban, amely ne lenne belefogadott az abia világába, amely a Habat Hagat Nehimben ne lenne benne. Azért, mert ezek összekeverednek, mondja Rava, a kőszívvel, a levelvenne, ez a 32 első szikra. Tehát minden egyes kicsi dolog az a Habat Hagat Nehibe vele van foglaltatva. Mert a legkisebb szikra is, amely teljes egészében Ahoráim, amely megszerző, amely haza alatt lévő edényeket jelent, ezeket hívjuk halottnak. Végső soron ezek összekeverednek a Habat Hagat edényeivel, azaz az arc edényeivel, és akkor ezek a 288 és a 32 szikra összekevernek, és így jönnek a Biadekedusa edényei, belezuhannak, összekeverednek
a Habat Hagat edényei, a nehi edényeivel, és akkor ki tudjuk szedegetni ezeket, mint a sütit a viszkiből, ugye? És ilyen módon az abja világaivá válhatnak ezek, visszaemelkedhetnek. Egy olyan módon, hogy minden egyes szinten, amelyen a vizsgálat megjelenik, itt megjelenik 10 szférája a Habat Hagat nejének, és ahogy az általában van, nekünk ezeket fel kell osztani 4 állapotra, mely a Panim Ahoraim de Tanhi, és a Panim Ahoraim az Ahoraim, tehát az adakozó edényeknek, és a megszerző edényeknek az oldalára kell felosztani. Kérdés van? Tehát látjátok, hogy itt tehát ezt a világot hívjuk úgy, hogy a por, amely érdemtelen arra, hogy megtermékenysre kerül. Tehát mit jelent az, hogy érdemtelen a megtermékenysre? Azért, mert a por. Oké. Okay. Hát ültes már valamit a sivat a homokjában, mit kap bele? Na, de itt kezdődik a munka, nem? Na jó, de hogy lehet? De ott kapsz ott valamit. Tehát tegyél már be a porba. Ültess el egy virágot. Mit kapsz vele? Semmit. Cika. Oké, na de ez azt jelenti, hogy a malhut egy üres terület. Mit jelent az, hogy üres terület? Fekete lyuk. Azaz. Én nem tudom. Hol van Eli? Oroszul kérdezett. Ez egy fizika. Tehát van egy szféra, arra rajzolni fog. Most beszélünk a fekete lyukról. Tehát itt van egy szféra, egy gömb, és van egy kicsi fekete lyuk benne, és belép a fény, de soha többet nem lép ki belőle. Tehát semmilyen módon nem tud kilépni belőle. És ez teljes egészében fekete. Azért, mert nem bocsát ki fényt egyáltalán. Tehát a falaiból nem belőttik vissza soha többet fény. Tehát ezek a belső falakat úgy is tekinthetjük, hogy ezek nem is feltétlenül, ez egy tökéletes kör, nem olyan kör, mint amit én rajzoltam. Tehát a fény minden az középpontba verődik vissza, tehát a fény soha többé nem tud kilépni. Minden a de érdekes, amit most mondott. Tehát ez a fekete lyuk, tehát elnyel mindent, és a saját középpontjába ver vissza mindent, mert annyira tökéletesen zárt gömb. Ez egy fizika, és nem tanult a fizikát? Na de mondhatjuk, hogy a fekete hol az egy fekete test, oké. Okay. Az egy fekete test kívülről, így látszik legalábbis. Tehát... Tehát akkor mondok egy példát. Mivel bármit a porba raksz, nem kapsz belőle semmit. Azért, mert... Nem tudsz belőle életet kicsatolni. Miért? Mert mi történik? Azáltal, hogy jön a fény, belép ebbe a porba, ebbe az anyagba. A legcsodálatosabb dolog, ami itt van, és ez egy nagy megváltás, figyeld, amit mondok, mondja Rav, hogy az első 9 szférán keresztül belép a fény a porba, és akkor egy kicsit mindig megragadja ezt a port, a 9 szférának a fénye, és a poron kívül ezt a port már másra lehet használni. Persze felmerül egy kérdés, hogy ez egy kicsit absztrakt, tehát magyarul mindig leválasztunk a porból egy kicsit, és azt használni tudjuk, mondjuk, ha nedvesség hatja át, mit jelent az, hogy a por is tud csatlakozni az első 9 férához? Miért mondjuk, hogy kivonja a porból a lényeget a 9 féra? Mit jelent az, hogy az emelkedése és a süllyedése vonja ki, vagy hogy kezd elképzelni, mondja Rab? Hogyan lehet ezt, hogy meg tudja ragadni, és magával tudja vinni ezt? Ez olyan, mintha nem is létezne a por. Tehát nagyon sok kérdés bukkan föl, mondja Rab. Majd egyszer talán beszélünk róla. Oké, de itt azt mondja, hogy Ádámnak a gyökere, az kizárólag az Ahoraim, az Adenikudi medényében van, amely a Bia világaiban vannak bágyazatok, amit mi nem egyszer tanultuk, hogy Ádám valójában az adakozásból származik. Ádám gyökere? Nem, az a porban van. Oké, na de akkor először... Nem, az nem Ádám. Ez a teremtett lény, a teremtő egy angyalt hozott létre, és az még nem Ádám.
Nem Ádám, mondja Edna, figyelj oda erre, Ádám, az a por, az a kosz, a piszok. A törés után. Addig egy angyal létezett, amit Ádám Harishonnak hívott. Tehát ez egy nagyon pontos definíció, amire figyelmet kell folytatnunk. A teremtett lény a teremtő által, ugye? Oké, de akkor mi Ádámnak a gyökere? Nem mondhatom azt, hogy valaki bűnös, és én nem tudom, mondja arra, egy tolvaj, nincs szíve, és ez lett így teremtő a teremtő által, ezt nem mondhatod. Mert nyilván nem ez volt a szándék, ami őt létrehozta. A szándék az az volt, hogy a teremtőtől kapjon valamit, mégpedig a hasonlatosságot. Tehát az, amiről te beszélsz, az még az nem a por, ami a föld porává vált. Akkor mi lelkünk gyökere? Az le van itt írva? Rav. Nem, ez a lelki gyökeréről beszél, ez igaz? Nem figyelsz a szavakra, mondja Rav. A figyelmesem. Tehát a bölcsek nagyon pontosak, hogy a teremtőnek, hogy a mi lelkünknek a gyökere a teremtő. De, mondja Rav. Mi edények vagyunk, és az edénynek az anyaga a por, és ez egy jó dolog. Mivel ezáltal, hogyha én a porból vagyok, akkor mindenek előtt ez jó. Tehát én ellentétes vagyok a teremtővel, teljes egészében. Tehát semmi ellentétesebb nincs, mint én, 100%-osan. Tehát a kérdés az, hogy hogyan várjak én hasonlóan a teremtőhöz. Ma. Ennyi. Nem értem, mondja. Tehát minden alkalommal tanulok, mindig kérdéseket kérdezek, és azt mondjuk, hogy a léletnek a gyökere. A léletnek a gyökere a teremtő. Oké, ezt értem. Na, de ugyanakinek mindenkinek megvan a saját gyökere, ez igaz. A szentségben megvan a gyökered, oké. Na, de hogyan lehetséges az, hogy ez akkor így történik? Az, hogy mindannyian összekapcsolódunk, akkor a teremtőt magát rakjuk össze. Hiszen egy lélek van csak, ez adjuk össze egy darabonként. Oké, de akkor mindenkinek meg a saját gyökere? Akkor mit jelent az, hogy mindenkinek megvan a saját gyökere? Mindenkinek megvan a saját sziklája, amely a lélek gyökere. Igen, ez így van. De mindegyiknek viszont a gyökere ennek a léleknek, ami ragyog rajtunk, az maga a teremtő. Bele vagyunk integrálódva, mi, mindannyian a teremtőbe, és amikor mi bele vagyunk integrálódva, ez azzal a feltétel történhet meg, hogy ez a por az ő segítségével, a por segítségével az első kilenchez fogunk tapadni, az első kilenchez akarunk hasonlítani, és ez az, amiről mondjuk, hogy mi nem akarjuk használni az utolsó részt, a tizediket, csak egy különleges módon, de ezen a módon 100%-ig megismerjük a teremtőt az első kilencben, és így segít a por nekünk, hogy a teremtőt megtapasztaljuk, ezen a módon el fogjuk érni vele a dvekutot. És utána pedig valami történik szintén a porban, ott még nem tudjuk, hogy mi fog ott történni, mert a por akkor invertálni fog. Én szeretnék erről még beszélni, mondjam. Tehát a léletnek a gyökere. Tehát minden egyes minőség, amivel... Tehát minden embernek a gyökere különbözik a többi gyökértől, így van. Mindenkinek más és más a gyökere. Na, de hogy lehetséges ez, hogyha ez mind a teremtő? Tehát mindenkinek van a saját lelke gyökere, akkor hiszen az, hogy minden egy lélekből származik, akkor hogy lehet, hogy más és más minősége van mindenki másnek a gyökerében? Rab. Tehát mindenkinek megvan a lelke gyökere, amin keresztül felfedezi az általános lelket. Tehát mindenki, amit felfedez, az különböző módon fedezi föl, hiszen mindenkiünk egy kicsit másképp is érzékel a világot. Pont ezért. Hát egy világ van, így van. Egy világ van, így van. És az emberek megnek ugyanaz a vélemük a világról? Nem. Pedig ez ugyanaz. Akkor? Na? Tehát ön azt mondta, hogy mindenki megvan a sziklája, és mindenki megvan a gyökere, de hogy lehetséges? Hol van ez? Honnan jön ez?
Mindenkiben van egy szikra, amely Ádám Hasan töréséből származik. Oké, én ezt hallom, de hogy fogom én ezt elérni, hogy érted ezt? Tehát nekem van egy szikrámon, de akkor van egy szikrám, az hol van? Te egy egoista kapnakarás vagy, egy bestiális kicsi megszerző világ, de el van beléd ültetve egy szikra, amely téged a saját gyökered felé törtet a teremtő felé. Oké, de mi a kapcsolat a fiziológia és azon a között, amit ön leír? Semmi. Ez csak fenntartja a terézset. De hogyan kapcsolódnak ezek a dolgok össze? Amikor te abban vagy a testen való töprengés, a test vágyain, és olyan a mértékben, ahogy ezt ma teszed, akkor nyilván ez csak ahhoz elegendő, hogy egyáltalán létezzé, de a többi erő, több ez nem ad erőt, és akkor valóban el tudsz kezdeni kilépni a lelked felé. Mit jelent az, hogy én lelkem felé haladok? Tehát az, hogy neked meg kell találnod a hiányt, amit a valódi létezéshez kell felfedezned, és hogyan és milyen módon létezel, ki vagyok én, és ez vagyok én. De hol van ez az én? Hol létezik ez az én? Ez valamiben, amit vágynak nevezünk. Hol van ez a vágy? Ez virtuális. Oké, de ez a pont, ez a kapcsolat, e között a világ között, meg amiről ön beszélt, ez számomra nem világos. Én nem tudom, mit jelent neked ez a világ. Te egy egoista vágy vagy, neked ez a világod. Miről beszélsz te? Tehát neked egy egoista vágy ábrázolja az egészet. Na jó, de... Na de te a húsadról és a testről kérdezel. Ez kizárólag a képzeletedben létezik. Ezt részéről részre tudod ezt a testet cserélni. Pont azért, mert valójában ez nem is létezik. Oké, de azt jelenti, hogy nincs kapcsolat e között, az es között és a lélek gyökere között, amiről ön beszél. Van egy kapcsolat, a hasonlósági adaptáció, ami azt jelenti, hogy mindenki megvan a saját teste és minősége, a saját irányultsága, amit a húsban lévő testben elkezdett kiépíteni. Oké, na akkor az egész test, hogyha nincs... Én nem tudom, hogy rafutam, mit keresel itt. Hát fogalmam sincs. Hát valóban. Én ezt nem tudok megmondani. Oké. De megmondom, hogy kérdezem, hogy a srác, mert hogyha itt van a pont, ami a léleknek a gyökere, ez a legfontosabb, leglényegesebb dolog, amit az emberek kérdeznek a kabbala bölcsességről. Mi pont mindig azt mondjuk, hogy mi valóban el tudjuk magyarázni az embernek ezen a módon, hogy hol van a lelked. Oké, mondja rá. Kérdez egy szervezet módon, akkor válaszolok. A léleknek a gyökere az a benned lévő szikra. Honnan származik a szikra? A Ádám Harisson lelkének a töréséből. És ez egy struktúrát ad, egy spirituális struktúrában tört el. Arról tanulunk most, ez teljes volt, ahogy azt tudjuk, de eltört. Amikor eltört, darabokra tört, mégpedig 600 000 darabra. Tehát hívjuk ezeket így. És ezek a darabok, szikrák, tehát, hogy, 600 000 darabra és szikrákra tört, és minden egyes Ádám és Éva, tehát minden ember, akkor mondjuk ezt így mondjam, akkor mit tesz ez a szikra? Ez a szikra nem a test, ez egy vágy benned, mert te egy bestes test vagy, amely, és te a testben vagy tudatos, de magyarázzuk el ezt egy egyszerű módon, mivel a világ maga is egy képzetes dolog, tehát ez csak összevisz a zavar mindent, ha ebben a képzetes dologban próbálunk megragadni valamit. Tehát ezek a testek, amelyben az ember él és hal, ezeket inkarnációk nevezzük. Szóval ezek a szikrák, ezek önmagukat úgy mutatják fel, hogy egy olyan folyamatban vannak beágyazva, ahol az ember valóban állandóan visszainkarnálódik ebbe a világba, és ez a mód, hogy az ember el tudja magyarázni, nyilván nagyon különleges módon lehet csak azt elfogadni, mert nehéz itt egy általános képet adni. Tehát helyes azt mondani,
hogy van itt néhány határvonal, amit be kell tartani, és akkor nekünk el kell jutni egy olyan állapotban, ahol valóban nekünk sovárogni kell arra, hogy megértsük, hogy honnan származik az élet forrása, egyáltalán miért élünk, de mi a jelentése az életnek, mi az életnek a legfontosabb pontja, és akkor ha ezt a kérdést föltetszük, tehát ezt vagy a szikra oldaláról kezdjük el, szikra oldaláról feltenni, ami felébred, vagy annak az oldal, ami felébreszti, amely akár külső feltételeket is jelentett, és csapásokat, háború problémákat, éhséget, természeti csapásokat, és még egy csomó dolgot, és akkor nyilván ezzel alapján föltehetjük a kérdést, akkor miért élek, mi az előnye ennek az életemnek? És akkor jönnek a problémák, fizikai problémák, és mert a spirituális problémák ebből a szikrából, nyilvánvalóan a kérdés feltetjük, hogy miért így áradnak ki ezek a szikrák, és akkor az embert egy kérdéshez juttatja, egy kutatáshoz, és akkor az a kutatás elvezet a kabbala bölcsességéhez. De hogy mit akar, ki mit akar a kabbalától, nyilván egy csomó ember megy a kabbalához annak érdekében, hogy lenyugtassa magát, ez is lehetséges egy bizonyos szintig. A fizikai oldalról, amely, ami azt jelenti, hogy nincs fizikai kitöltés, tehát a kabbala elmagyarázza, és lehet spirituális oldalról megközelíteni. Tehát azért, mert minden unalmas, én tudom, hogy hamarosan meghalok, és nem értem el semmit, és nem tudom, hogy miért élek, mindenféle dolgot kell elérnem. És a hiány elviszi az embert oda. Ez a kérdéshez, hogy a kabbala bölcsességén keresztül hogyan lehet kilépni a problémákból. Tehát, hogyha el tudnám magyarázni azt, hogy ezek a szikrák hogy lépnek be a testbe, hát ezt tanulás közben én megértem, és nem tudom neked elmondani. Tehát valóban a spirituális világból a szikrák és a vágyak szinte egyszerre léteznek. Tehát a test felosztva kezdi el magát érezni. Tehát ebben a világban, következő világban nem tudom pontosan mit történik. Tehát hogyan lehet belépni a következő világba? Tehát hogyan lehet felfedezni a testben a lelket? Tehát ezt kérdezik az emberek, mit jelent ez? Mit jelent az, hogy kilépek a testből? Tehát neked a saját egyényét kell megragadni, nem kell mással foglalkozni. Tehát neked az összes részecskét a figyeled, akkor látszik is, hogy a legtöbb ilyen részecskében mi nem igazán tudjuk, hogy mi hogyan működik, tehát nekünk az eredményt kell felfedezni, hogy valamilyen fajta anyagból megkapod ezt. Tehát még ha nem is gondolnád, hogy a fizikai dolog akkor az alapja a mi anyagunknak. Ez csak annak az eredményeképpen működik. Tehát valóban hogyan fogom én megérteni ezt a rendszerre, mi történik és hogyan történik? Megértettem ezt természetesen? Tehát nekünk meg kell találnunk a lelet gyökerét, hogy miért van az, hogy én pontosan ebben a minőségben beágyazva, miért ez az én útom? Természetesen ez az én útom. Tehát... Folytatva ezt a megközelítést, ami a tízféle tanulmányával kapcsolatban a kérdéseket folytatja.
Tehát van a 250 rész, tehát meg a 32, az a 10-es körben tudjuk alkalmazni, hogy tehát honnan származik mindez? Ez mind a megszerzőnémből származik, ugyanis a mert ugye nyilvánvalóan ki kell szedni ezt a 32 szikrát a halálból, ugye ez a kőszív egyébként, és akkor ez egy tökéletesen sötét valami. Egy olyan területről nem tudod integrálni a fényt, ugye? Tehát a pársza fölötti területre kell menni, az adakozási területe, az a fény. És akkor ezek belefoglalhatják magukat a kapnakadás edényei az adományozási edényekbe, és akkor itt egy újfajta hiány jelenik meg, és ez azt is jelenti, hogy alulról fölfele a hokma fénye jelenik meg, ezt nevezzük úgy, a hokmának az illuminációja gadlut állapotban. Oké, na akkor kiderül, mondja a stát, hogy én az adományozás edényeit is ezen keresztül megkapom. Ez így van. Tehát a sütit alulról fölfele emelem ki akkor ebből a viszkiből. Valóban a 10-es körön belül ez ők belém lépnek, bennem élnek, és ez fog minden meghatározni az összes vágyamat és gondolatomat. Tehát én tőlük akarom megkapni azt az önátadást, ahol én feledkeztek önmagamról, és megfeleltek annak, amit Ravas mond, tehát nekem teljes egészében le kell nullázodnom magam, bármit is akarjanak, én csak azt akarom, hogy ők kontráljanak engem, leváljak önmagamról. Ezt nevezzük úgy, hogy a közösség az első 9 férában, tehát ez az, amit akarok, hogy megtörténjen. Tehát akkor a 9 barátról beszélünk, akkor ez egy rendszer, ugye, amely meg van szervezve, tehát mit jelent az, hogy én még pontosabban leválaszt, egy új körzetet építek ki? Tehát mi az, amihez kapaszkodnom kell, mi az, ami változik? Magamat változtatom meg mindjárt. Tehát magamat változtatom, semmi más nem változik. Tehát nyilván itt egy valóságérzékelés van, mert ez egyetlen dolog meg lett teremtve, és nyilvánvalóan a barátaim felé kell, hogy adakozzak, és ezáltal valóban magam felé adakozok. Hát ez egyfajta ima, tehát nekem a teremtőhöz kell fordulnom ezért az imáért, de valójában magamat ítélem meg. Tehát még egyszer, magamat ítélem meg. Így működik ez. Tehát én az abszolúttal szemben vagyok, ami visszatér hozzám egy olyan módon, hogy ez egyfajta tükör, tehát ez mind hozzám tér vissza. Oké, tehát... mi történik itt? Ez egy játék? Ez nem egy játék, ez nyilván kilépsz önmagadból. Akkor mit tudok én tenni? A saját 10-es körömmel, hogy tudok eladni neked? Azt jelenti, hogy ezek őrülten viselkednek, akkor neked is így kell viselkedned. Tehát Bala Szolám sokat írt erről, hogy nekem magamat kell korrigálnom. Tehát az emberek meg kell érteni, hogy mi is történik vele, még hogyha ugye ott tehát ugye ő megpróbálta a matantórát kinyomtatni, akkor még a brit uralom volt. Tehát amikor ő Jeruzsálemből Jaffába ment, hogy ott éljen. Tehát sokat, iszonyú mennyiségű harcot folytatott, hogy az életében sok mindent megváltoztasson. Tehát most itt Izraelről van szó. Még több kérdés? Én arról szeretnék valamit kérdezni.
Egy pillanat, kiveszem a szemüvegem, mondja. Tehát a fény felülről lefelé terjed ki, és ilyen módon a visszatérnek a megszerzős edények az acilutba, ebből ott eltörtek, lezuhantak, ugye, és akkor kijött belőlük a 32 szikra, és lezuhantak a mélybe. Tehát, hogyha mi összekapcsolódunk, tehát miért törtek ezek el? Hogyan tudjuk ezt a két, hogyan szerzed a 255 szikra? Neked a parc alatt vannak edényeid. Tehát ezek a katnot állapotban vannak, a parca alatt, és ezek meg vannak szorítva. Hallja mindenki, amit mondok? A Habat Hagad edényekben, annál fény van, a Tanhi edényekben nekünk nincsen fény, meg a Cincum Betnél ott nincs fény. És a döntés az megszületik, hogy a Habat Hagad edényei összekapcsoljanak a Tanhi edényeivel, tehát a mélység edényekkel, mi az, amit össze tudunk kapcsolni ezekben, az, hogy a Tanhi edényeibe fényt tudjunk vinni. És akkor feltetted a kérdést. A Tanhi edényeibe belép a haszadin fény? Nem. A tanhi ugye az a tifelet necál hod jeszod. Nem, ott a hokma fénynek kell belépnie. És ezek elkezdenek fényeket szívni. Ugyanúgy, hogy a világot öntözött, nyilván ezek megszerződények, ezek elkezdik érezni a kitöltését a hokmának, mivel összekapcsolod a megszerző edényeket az adakozás edényekkel. A rozsdaszákban végrehajtod egy zivug, a Mahuda rozsdaszáktól a Nikveináimig, vagy a szemöldök a fejben, egy gadlót állapot keletkezik a fej részben, és akkor a hokma ezen keresztül lezúdul a tabur alá, és akkor a parszelét a tanhi edényeiben, a de szákban, ugye, és akkor azok elkezdenek kiterjedni ezek a fények, egész addig, amíg a kőszívet el nem érik, ők nem tudják, hogy ott vannak. Tehát ugye ezek az első megszólításra voltak, ők nem tudtak, hogy ezek a fények, hogy mi történik ott, hogy olyan fajta vágyak vannak, olyan mértékűek, amelyek képesek, amelyek nem képesek az adakozás érdekében működni. Na, de akkor mit, hol van a kőszív? Nem, akkor még a nekodott szágban nem tárult föl a kőszív, hanem a fény lezúdul ebbe a mélységi vágyakba, és ezek az edények nem ott mélyben nem tudják a szándékot megváltoztatni, de mégis egy óriási fény érkezik, és ők nem megszerzési szándékot fognak emiatt érezni, hanem bocsánat, nem adakozási szándékot, hanem megszerzését. A kő nem tud változni, mondja rab. És ez csak feltárol, hogy nem tud változni, mert ezt megelőzően is ott volt az a kő, de ez a tulajdonsága nem tárult fel. A teremtő vette őket körül, fogalmusa volt a teremtőhöz való kapcsolatáról, ez a kőszívnek. És ugye olyan volt, mintha nem is létezett volna addig, amíg nem tudta magáról ezt a tulajdonságot. Oké, na de ez azt is jelenti, hogy valaki a kőszívhez kapcsolódott a végső korrekciót, és ilyen módon korrigálja a kőszívet? Nem. Tehát a Gmar Tikunban, a végén, én meg tudok tenni mindent, amit tudok, kivéve a kőszívnek a megérintését, mert majd a kőszív meg fogja kapni a korrekcióját a rendszertől, amely a környezete, és azért majd összekapcsolódik egy másik rendszer, a rozsdaszággal, és akkor ez nem a Nikodim világában jön létre, hanem a Bia világában. Annak érdekében, hogy ezeket állandóan arra tudja irányozni az összes edélyt fokozatosan, hiszen itt különben óriási hiba törés történne. Tehát fokozatosan, hogy a könnyűtől a nehéz fele, az edényektől a kis vaskosságútól a nagy vaskosság felé történje meg a korrekció. De a kőszív, ugye az, ami a törés után jött létre, a Nekudinban, a legtisztább edényeket is magában foglalta, amelyeket a halálangyal alig-alig tudott megérinteni. De a korrekció
Ez úgy kezdődik, hogy kivesszük, és ugyanakkor látjuk, hogy ez a kőszív, akkor nem használjuk. Tehát arra kell vigyázni, hogy a lezuhanás után a könnyű edények és a legvaskosabb edények egyformának tűnnek. Ezért kell megvizsgálni őket. Tehát a kőszív helyett mindent ki lehet értékelni, de az a helyes, hogy azt mondjuk, hogy a málkot és a bína összekapcsolódik, majd még tanulunk erről. Tehát ez a történet. Nem értem pontosan a történetet, hogy a Tani hogy kapta meg a haszadi medényét, akkor még hogy tudták ezt a megszerzésre használni? Hiszen a Taninak hokmár lenne szüksége, tehát én kapok valamit, de nincs rá szükségem, akkor még használom föl megszerzésre. De te szeretnéd a hokmár megszerzésre használni mindent? Mindent a hokma megszerzésre akarsz használni. De olyan dolog nem létezik, hogy te nem használsz valamit. Te megkapod a hokmának a fényét, arra vágysz. És te az adakozást akarod használni, azonban ez nem az igazi hokma, mivel nem is a valódi megszerzési vágyad van. Ez a kőszív. Tehát a kapnyakarást használgatod, azáltal, hogy bele van foglaltatva a bínába, de és ennyi. Na, ezt most a sász nem értette, okay. Szerintem. De nehéz is. Oké? Okay. Tehát Adam Harishonnak az eredete az Olam Hazéból, a porból származik, Adam Harishon. Tehát Ádám ebből a világban jön, hogy nem használja a természetes edényeit, az a megszerzési edényeit, hanem egyszerűen a magasabb edényekhez akar tartozni. Így van. Ezért az első cselekedet a megszorítás. Tehát nekünk a saját meg a megszerzésünk fölé kell kerülnünk, a megszerzés a megszerzés érdekében állapot fölé kell kerülnünk. Ez teljes egészében a kőszív fölé kerülés jelenti. De én nem értem pontosan, hogy lehetek valamitől távol a megszerzéstől, úgy, hogy csak lenullázom a megszerzést. Így van. Oké. De hogy lehet ezt úgy lenullázni magam, hogy nekem fogalmam sincs az adakozásról, mégis le akarom nullázni magam, mert nem tudom, mi az adakozás. De te tudod. Tehát amikor te a barátokkal összekapcsolsz, olyan leformáló fény, és fokozatosan megtanít téged, hogy mit nevezünk adakozásnak. Mert adakozás a megszerzés érdekében, aztán pedig az adakozás az adakozás érdekében, aztán a megszerzés az adakozás érdekében. Ezek azok a munkák, amit a környezetektől kapsz meg, mert ők nem is a környezet, hanem a te edényeid, beléljük, hogy ágyazva, és így tudsz spirituális feltáráshoz jutni. Oké, na de az első állapot az az, hogy leválasztom magamról a cincumot, tehát megédesítem a magot a bínával, az az, hogyha az ember megérzi ezt a megszorítást, nem, az ember nem tudja, hogy hogyan érte ezt az állapotot, ami a saját magotjához a kapcsolat jelenti, hogy bele leszek képes interagálni a bínába, de ez a lényeg, hogy ez a kettő, ilyenkor beszélünk az ibúr állapotról, mert a bína egy környezet, az anya, mé, de ez lényegtelen, hogy a környezet az olyan, amilyen, ez lényegtelen. Tehát a környezetet ne kritizáld, ott vagy, ahol lenned kell. Tehát ez a saját hibád, az, amit látsz, és nem az elég. Oké? Folytasd. Tehát akkor folytatjuk az olvasást. Tízféra tanulmánya. A magyarázat az, hogy a 288 szikrának és a 32 szikrával összekevetése nélkül érdemtelenek lennének az alsó összetörött edények a kiválogatásra, és az Arampinda acilut az kizárólag az adományozó edényeket tudná összegyűjteni. Úgy, ahogy a törés előtt volt az acélodban. Így van. Tehát ez a katót állapotú edényekről van szó először. Tehát ezeket először le lehet tisztázni, ez az Arampinda acélút edényei, és ennyi. De a tálhi edényeinek mindig hiányban kéne maradniuk, hogyha nem lenne ez az összekeveredés. Ezért valóban, azért, mert a 288 szikra összekeveredett a 32 szikrával, azaz, hogy mi az edény, mi a törésnek a hatalmas előnye, hogy a malhut hozzákapcsolódik az első 9 szférához, azok a kelinde panim edényekben tárul föl, ahol az edények integrálva vannak egymásba,
És ő ilyen módon az Erampin Dacilut az össze tudja gyűjteni a Zahorám edényeket, a megszerzési edényeket, ez a 288 sziklának megfelelően, és ilyen módon képes kiválogatni a nehi részeit az edénynek, és ilyen módon a Garde Orothoz kapcsolódni, és ilyen módon a Zerampin az nem teljesen megszerző, hanem olyan állapot a megszerzésnek, amely be van fogadtatva a megszerzési edényekben is. Azaz használjuk a malkutot, de az adakozás tényében. És ilyen módon az alsó és a felső internet megtörténik. Ezt hívjuk az Ahabderiának, a felső alapjának, amely mindig kizárólag a Mariutában lehetséges, azaz, ahol csak az előnyöket válogat ki. Ez az Acilut fényének hatalmas ereje, mert csak az alsónak a felemelkedése jelenti azt, hogy belefogadjuk az alsó a felsőbe, és a lekicsinyítése az alsónak a szűrőkön keresztül történik meg, azaz, mert ő nem tudja magát másképp korrigálni, tehát ők nem lehetnek másképp belefogadni az alsóba. És ebből kifolyólag ezek az ahorájmok, amelyek bele van a forradat a panimokba, a megszerzések az adakozásba, ezeknek az értéke valóban meg az adakozási edények érdemei szerint lesznek megítélve. Azaz mondja Rav, ha ezek ugyan panim vagy adakozási edények, vagy hasonlóság jelenik meg, ezt nevezzük integrációnak, itkelelutnak, kérdés. Értjük, Cika? Itt azt mondja, hogy a panim és az ahorájm edények egymásra vannak foglaltatva, és akkor az Erampinda Acilut megkapja az ahorájm, ki tudja válogatni az ahorájm, az a megszerzési edényei. Mit jelent az, hogy itt jelent meg Adam? Tehát az Acilut az a ahorájm, van az Acilutban megszerző. Az Acilut az a panim edények, a belsőségek, az arc, ez a belső edények, a gágátaneim habat hagat, ugye ez a nefes ruha a gyökérben, maximum, de amikor az Acilutról beszélünk, mi van belefogadatva a parsza alatt, tehát ez nyilvánvaló azt is jelenti, hogy föl kell menni a parsza alatt, ugye ezeket a vágyakat, amelyeket edényeket nevezünk, és nyilván nem lehet elfelé lenullázódni, mert nehéz ezekkel szemben megtartani, de azok az edények, ezek ugyan megszerzőek, de amikor fölemelkednek a párszának, akkor nyilvánvalóan az adakozás edények kontrollját jelenti ez, és amikor ott vannak, akkor a hokma fénye, az csatlakozni tud beléjük. Azért, mert ezek megszerző edények, de fölemelkedtek a adakozáshoz, a párca fölé, még egyszer mondja rá, ez a korrekció, és akkor a fénye beléjük árad. De nyilvánvalóan vannak edények, amelyek integrálódnak, amelyek nem tudnak fölemelkedni, és az a tény, hogy egymás vannak foglaltatva, ilyen módon megjelenik bennük a megszerezhető fény, de mást is mondok, nincs is hokma, és nincs haszadin fény. Fény van. És ez a fény, amikor keresztül áramlik az edényem, akkor ez az edénynek megfelelően tárul föl, ha az adakozási edényeken áramlik keresztül, akkor haszadinnak látszik, ha a megszerzésének, akkor hokmának. Hiszen dualitás van nekünk az elektron szempontjából is, hogy az, amikor van, amikor izének látjuk, ennek van, amikor annak lát. Tehát részecskének van, amikor hullámnak. Minden az edénytől függ. Na most már teljesen megkeveredtem. Miért? Mert a fény absztrakt. Na de hogyan lehet... Tehát mondd nekem egy példát, hogy mit kell tennünk a spétes munkában? Ne, csak egy kicsit. Hát minden a saját vágyamtól függ. Ha nekem van adakozásra vágyam, akkor a kegyelem fényét van a magamra, ami, hogyha pedig a kapnakarásom akar fényt, akkor az a hokma. De a vágy az vágy. A hiány. Oké. Na, de ő azt mondta, hogy... akkor hogyan tudom én megszerezni a hokmafényét? Nem tudom. És hogyan lehet ezt élvezni? Na de tétező fel. Na de élvezhetem a hokmafényét? Hogyne? Hogyne? És meg is tudod szerezni?
Nyilván úgy, hogy te adakozni akarsz vele. Oké, na akkor ma az nem csapást ad? Nem. Nem, most zavarsz össze mindenkit, magyarabb. Mert ez nem igaz, amit mondasz. Tehát az elampin összekötés után a nehiedényei fognak szétáradni. Mit jelent ez? A nehiedényei azt jelenti, hogy a pársz alatti és pársz fölötti edényeket jelent. Ezek soha nem tudják megvizsgálni, ezt az ő korrekciójuk az acilúthoz való felemelkedésben nyilvánul meg, és csak onnan tudnak integrációs erőt szerezni a saját adokoz edényükbe, és akkor ezáltal az integráció által korrigálósak kerülnek. Oké, de mi tudjuk, hogy a kérés az edény oldalán jelenik meg. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Megvizsgálni az edényt. A felső felébreszti az alsó felébred, mert akarja ezt, miért akarja? Azért, mert csapásokat kap, és ezért a felső akar integrálódni. De mi akarja ezt a kapnak? Akarást? Bármit akar? Nyilván attól függ, hogy mennyi csapás kap, és akkor már mind akar. Tehát a hiány oldaláról csak azt akarja, amit értékesre tart, amit fontosnak tart. Vagy a környezeten keresztül kapja meg a fényt önmagát, és akkor is érezhet örömet a csapások nélkül. De ez azért valami fajta öröm, mert ő maga tett erőfeszítéseket a saját vágya alapján. Az én barátaim az acilútban vannak, én önmagamban, a biavilágában vagyok, nem tudok velük integrálódni, és akkor nyilvánvalóan megkapom a fényt, a teremtékez valamilyen módon föltárom, de őket meg nem látom. Na majd holnap folytatjuk. Ezt érezzük, hogy akkor holnap folytatjuk. Tehát még egyszer mondja Rav, ez történik, ezt kell figyelembe vennetek. Oleg Moszkva soel, a jom dibarnu mispar pamim. Oleg Moszkvából kérdezi. Ma sokszor beszéltünk arról, hogy jól választanak a környezetet. Ha mi nem kritizálhatjuk meg a környezetet, honnan tudjuk, hogy ez helyes? Tehát ha nincs jó a környezetet, nem lehet megvitatni, akkor honnan tudjuk, hogy helyes? Én annak megfelelően választok helyes környezetet, hogy mennyire integrálódok a környezetbe, és hogyan fedezem fel ezen keresztül az életemnek az értelmét. Tehát ha én belék integrálódok, és ezzel elérem az életem értelmét, akkor jól csináltam. A választása a környezetnek azt jelenti, hogy egy folyamatban vagyok, ez nem egy dolog, hogy puff, megcsináltam, és akkor egyszer is mindentől választottam, nem. Én valójában nem is választok semmit, hanem ezáltal képes vagyok egyfajta belső vizsgálatra, de ez évekig tartott, évekig, amíg elérek egy olyan állapotot, ahol valóban választani tudok, környezetet is. Mikor történik ez meg? Amikor én tudom, hogy el kell ezt fogadjam, és döntök, hogy mégiscsak ezt a környezetet fogom szolgálni, és ez azt is jelenti, hogy nekem integrálnom kell ebbe a környezetbe, és hogyha én ezt helyes módon teszem meg, akkor el tudom érni az életnek a célját. És akkor én megváltoztam a környezetemet, előre haladok, és akkor valami történik felül, ki tudja, hogy hogyan. Tehát én teszek valamit, és utána elérek valamit. Ezért mondjuk azt, hogy hogyha akarom, akkor ellenőrizd magad, lép túl magadon. Ennyi. Akkor tedd meg, ez a környezet választása. Tehát nyilvánvalóan én nem vagyok a környezetben, és mégis ez fog engem korrigálni, és ilyen módon találtam meg az acélútnak a helyét, így integrálhatok közéjük, és így éltem el annak az alkalmazását, hogy a lélek és az edény hogyan kapcsolódik össze. Bocsánat, a lélek és a fény. Tehát az edény és a fény. Én szeretnék kérdezni valamit a kőszívről. Tehát, hogy haladunk előre,
megértjük, hogy ez a legnek a gyökeres, megértjük a közszívnek is az erejét. De hogyan kapcsolódik ez az a tényhoz, hogy egyfelől én adakozni szeretnék, mert ez a forrásuk, ugyanakkor meg a porban vagyok. Tehát hol kapom meg azt, hogy az illúzió nem egy, hogy az adakozás nem illúzió? Az integrációból kapod meg a teremtővel. Integrálódsz a teremtővel, és onnan megérzed, hogy mit jelent a Martikun. Ezek a Martikun egyébként, amikor a port korrigálják rajtad keresztül, tehát mit jelent az, hogy te korrigálódsz vele, te a saját lényedet korrigálod, a saját kőszívedet. De amikor ön azt mondja, hogy a kelindáspa adakozás edény, mi a lényeg ennek, ami ebből a portból kiemelkedik? A kelindáspa, tehát az adakozási edények, milyen porról beszélsz most? Az, hogy az én gyökerem az a létezés a semmiből, az a porban lévő pont, nem? Tehát, hogy én teljesen ellentétes vagyok a teremtővel. De akkor hol vannak az edények? Honnan kapom meg az edényeket az adakozáshoz? A racionot se em matchilim litpateh al ide. A vágyak, akik a fény által kezdenek el fejlődni, ez az óriásár állapotának megfelelően, a mahut de mahut állapotot, amely az én alapvető állapotom, ezt úgy fejlesztik, hogy belefoglaltatják ezekbe a vágyakba az egyenes fény négy állomásának megfelelő módon a fény tulajdonságait. És ezért lesznek edények, amelyek teljes egészében átveszik a fénynek a minőségét, a fényt tudja kontrollálni, és ezeket hívjuk majd adakozási edényeknek. Tehát a fény és az edény közötti különbség mindig megmarad, azonban az adakozásnak az erejét az edény át akar majd venni. Tehát ez az adakozásra való képességet ad valamilyen módon, és az, hogy a fény mennyire tudja kontrollálni ezeket az adott edényeket, ez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy a fény az elsődleges a vágyal szemben, és ezért a fény az mindig adakozza, ezért nevezzük ezt úgy, hogy amiket a fény ural edényeket, adakozás edényeket nevezzük, amely habat hagat az edényeken belül, mert a fény ezeket az edényeket formegyezővé teszi, és ezért hívjuk ezeket adakozási edényeknek. Mi történik ezek után? Utána pedig, amikor az edény önmagában elkezdi megváltoztatni a saját irányultságát, azaz a megszerzéssel való kapcsolatát, ezért a tanhi edények, azokat hívhatjuk megszerzési edényeknek is, és ezek is fokozatosan, és itt kezdődik a megváltás, egyfajta intenzitással emelkedni, és a malkut, de malkut az tiszta porban van, az a kiszáradt légy, hiszen nincsen fény, de amikor integrálódnak az adakozás edényébe ezek az üres edények, akkor a tabul fölé tudnak majd emelkedni. És ilyen módon azok az edények, amelyek a tangiban vannak, amelyek a jeszodik, ugye a makut még nincs belefoglaltatva, ezek a 288 szikra, ők integrálódni tudnak a tabul felett is. És ezért hívjuk ezt az Ahab de Eliának, azaz a felső szint Ahabjához kapcsolódó edényeknek. Gyorsan. Fél percet van, majd 20 másodpercet. Rav, én szeretnék kérdezni valami arról az ember a teremtő kezébe adja a jó szerencsét, és azt mondják, hogy lesz, fogd meg, és csináld. Én egy csoportban vagyok 11 éve, nagyon sok emelkedésem és süllyedésem jelik meg, és mindig emlékeznem kell erre, tehát, hogy hogyan tudom fölemelni magam. Mi ad az embernek erőt, hogy azt tudja mondani, hogy a csoport jó vagy nem jó? Nem, te szabad vagy, te bármikor elmehetsz, nem vagy kötelező semmire, magyarabb. Azért mondom ezt, mert senki nem tudod, szabad a választás az egy dolog, de nekem meg kell tartani a szabad választás erejét. Tehát egyfelől. Másfelől a közösségnek így kell elkezdeni dolgozni. Tehát mi Rabas esetében például, ha valaki el akart menni, akkor mind
akkor Ravas mindenkit elengedett. Ravas mindig azt mondta, mit tudsz tenni? Nem tudsz tenni semmit. Mert ő elmegy, akkor elmegy. Tehát ezek olyan... Tehát lehet, hogy az ember túl csöndes volt, Ravas mindig azt mondta, nem. Nekünk csak egy dologra kell figyelni, hogy megpróbálni megadni neki minden lehetőséget, hogy eldöntesse, hogy itt akar maradni. De mindenkinek azt mondom én is, hogy szabadok vagytok. De én nem szeretnék szabad lenni, mondja az öreg. Oké, okay. Akkor menjünk át a következő részre, de előtte énekeljünk egy dalt. אם אתה מקשיב, את הפאזל כבר מרכיב, והמילים חודרות עמוק בפנים. וזה גדל בלב, משמחה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית, עוד מאותה. קוראים לזה אהבה אמיתית. אם אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעודד נחלים בך זורמים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אהבה אמיתית קוראים לזה אהבה אמיתית